Nem mindennapi orgonaalvatót tartottak 2024. október 27-én a Duna melléki református egyházkerület Rádai Múzeumában Kecskeméten. Az ünnepi alkalmon bemutatták a Soltvadkerti Református templom egykori Merc orgonáját, amely mostantól a Kecskeméti Múzeum gyűjteményét ékesíti majd. A református egyházkerület legrégebbi orgonája 2015-ig szolgált a Soltvadkerti Református gyülekezetben. A templom átépítése miatt ekkora hangszert el kellett bontani. A presbitérium 2018-ban úgy döntött, hogy új orgonát vásárol, a korábbit pedig letétként felajánlja a Rádai Múzeum számára. Letétben van az orgona itt Kecskeméten, most fogjuk aláírni majd a letéti szerződést, a gyülekezet tulajdona marad ez, talán a várost is érdekli, hogyha egy adott időn belül esetleg olyan helység lesz ott Soltvadkerten, ahol ilyen muzeális dolgokat ki lehet állítani, akkor meghagytuk azt a lehetőséget, hogy hazavigyük. A Rádai Múzeumban megtartott ünnepségen dr. Fogarasi Zsuzsa, múzeum igazgató elmondta, hogy a Soltvadkerti orgonának több feladata is lesz a múzeumban. Funkcionálisan a múzeum pedagógiát tudja szolgálni, akár egyháztörténet, művészettörténet, himnológia tekintetében. És hát a másik, én el is mondtam itt az imént a soltvadkertieknek, hogy mi egy lángot kaptunk tőlük, és igyekszünk megőrizni, tehát igyekszünk egy élő közösséget építeni az orgona köré, és elsősorban itt arra gondolok, hogy kisebb, nagyobb, egyházi, világi kis koncertek, hangversenyek. Az ünnepélyes orgona átadón Csibi Balázs és Grajn András restaurátorok beavatták a jelenlévőket a Merc orgona megújításának részleteibe. Én az orgona szekrénynek a restaurálását végeztem el, illetve nem is nevezhetjük restaurálásnak, mert teljesen nyers felületet kaptam, tehát szinte újat kellett csinálni, nem volt mihez igazodni. Csak egyetlen adat volt, hogy az orgona eredetileg a feltárások alapján ilyen kékes-szürke márvány mintázatú volt. A mi feladatunk pedig az orgonának a belső szerkezetének a megújítása, illetve rekonstruálása volt az eredeti Merc orgonának megfelelően. Ugye időközben a bő 200 év alatt elég sok átalakítás történt az orgonán, ezeket mind igyekeztünk visszaállítani, és analóg hangszereket felkutatva próbálni visszaállítani azt a hangzást, amit 1806-ban adhatott a hangszer. A gyönyörűen felújított hangszert Vas Einstein Ákos, a Kecskeméti Református Egyházközség beosztott kántora és a Rádai Múzeum munkatársa szólaltatta meg az átadó ünnepségen. A Rádai Múzeum Soltvadkertről Kecskemétre került orgonája ma az egyetlen működőképes hangszer a hazai közgyűjteményekben.